A mai témánk a társkeresés, ez egy eléggé nehéz téma, én azt gondolom, bármilyen korosztályban is van az ember. Az itt a nagyon nagy baj, hogy a személyes kapcsolatok azok nincsenek, mert hogyha több személyes kapcsolat lenne, esetleg több lehetőség lenne a megtalálására annak, aki jobban érdekel. Jó egy társal élni. Csak ugye nem mindenki társ, akivel együtt vagyunk az életünk folyamán. Nagy társasággal elmegyünk bulizni, és ott vagyok mondjuk azzal a fiúval, akivel így tetszünk egymásnak, vagy kinéztük egymást, és ha hazaérek, és akkor fog rám írni. A buliban nem fog oda jönni. Azt hiszik, hogy van idejük, de nincs idejük. És így tökölnek. Én az életemben még egyetlen egy képet nem csináltam meg, hogy szép legyen. Noktatszó, nem is rakok föl semmit. És nem szólnak be érte? Ki? Mert ha... Kicsoda? Nem érdekel. Üdvözlök mindenkit, én Ábel Anita vagyok, ez az Egy Ritmusban podcast a Palikék Világa csatornán. Műsoromban mindig három generáció nő tagjai foglalnak helyet, velem együtt négyen, megvitatjuk a világ dolgait, mert hiszem azt, hogy a történetekben és az érzésekben ugyanazok vagyunk. Mai vendégeim Keller Adél, influencer, a 20-asokat képviseli. Korsos Judit, alias Lola, a 30-asok táborát erősíti, és itt van velünk a csodálatos Falusi Marian, aki bármennyire furcsa és hihetetlen, a 60 pluszosokat képviseli. 65 pluszos. 65, de az már 60, az legyen így, ez így szép, még azért pont félúton vagy. Ja. Tehát ez is hihetetlen. Ugye a mai témánk a társkeresés, és ez egy eléggé nehéz téma, én azt gondolom, bármilyen korosztályban is van az ember, mert mindig keressük az igazit, de vajon az igazit keressük, vagy magunkat az igaziban? Na hát ezt majd ki fogjuk fejteni bőven. Én hoztam nektek egy-két adatot, mert szerintem, ahogy én olvastam, ez is döbbenetes volt számomra is, hogy mennyi szingli él ma Magyarországon. Kérlek szépen, 1,4 millió ember él egyedül. Tehát akik bármilyen státuszban egyedül vannak, akár özvegy, elvált, aglegény, hajadon, stb. A legtöbb szingli, azaz társkereső a 24 és a 45 éves korosztályra tehető, de hát azért tudjuk, hogy ez csak egy számadat statisztika, ennél szerintem azért ez egy kicsit nagyobb merítés. És a szingli nők jelentős része felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és jól szituált. Tehát már akár egy egzisztenciával rendelkező hölgy. Na hát ennyit az adatokról, és akkor vagyunk mi most így négyen. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy kinek milyen az aktuális státusza éppen most. Ki miben van? Jó? Kezdjem én? Igen, hát kérlek. Én egy vadházasságban élek, egy nem magyar férfi, van egy orosz származású, hát most már ő sem olyan fiatal, fiatal emberrel, én elvált vagyok, és az előző házasságomból hoztam egy gyereket. Én itt tartok most, jelen pillanat. És van egy macskánk. Nekem is van egy macskám. Az jó. És most már hosszú hónapok óta én is párkapcsolatban élek, ami nagyon furcsa, nekem még szokok hozzá a mai napig, de úgy néz ki, hogy igen, de az attól függetlenül nagyon sok sztorit tudok még én is felhozni majd így a mai nap folyamán. Természetesen az előtte lévő időszakra. Ja, ami bocsánat, igen, történtek itt dolgok. A 22 év, tudom, hogy fiatalnak tűnik, le lehet élni itt is egy életet már. De nem vagytok még összeköltözve, nem, tehát nem. Csak egy ilyen ottalvásos. Igen, jaj, az talán a legjobb. Anyám mindig ezt mondta. Ja, ennyire részletekben megyünk akkor. Párkapcsolatban élek, számomra is hihetetlen, nagyon-nagyon jó. Összeköltöztünk, borzasztóan élvezem, hogy lehet nagyon jó az együttélés, és egyébként meg évek óta van egy kutyusom. Pár pillanat ez a... Na, hát ez óriási. Egy papagáj, kettő teknős, és egy kutya. Teljes mértékig magányos vagyok, mint ahogy mindig is az voltam. Mindig voltak kapcsolataim, 3 és 7 év közötti időket éltünk meg. A 3 az, ami az első kör, a 7 az, aki már egy kicsit tovább bírja. De hát most nincsen senki. Ő a survivor. Ő a survivor, aki ezt elviseli. Most nincsen senki. De érdekes, mert mindig a remény, tehát én a remény rabja vagyok, mert mindig a következőt várom, és ez tök jó, mert mindig lehetőséget ad arra, hogy az emberben legyen egy kis lendület. Ugye azt mondtad, hogy magányos vagy, de szerintem te azért sosem vagy úgy. Nem magányos. Úgy vagyok magányos, igen, de nem egyedül vagyok pontosan, most éppen, igen, tehát ez a jelenlegi státusz. Nincs egy zavaró tényező, akit férfinak hívunk az életedre. Nem, azt néha jó egyébként, nem mindegy, hogy és mint.
tehát igen, azzal nincsen semmi baj, mert ha jön, akkor az érdekes, lehet vele beszélgetni, sok mindent lehet csinálni, csak ez az összeköltözéses ízé, az, ahhoz azért kell egy kis idő, amit az ember pontosan, amit mondasz, az egzisztenciával bíró hölgyek, eléggé nehezen kezdenek el feladni, mert kevésbé találkoznak egzisztenciával bíró fiúkkal. Mert általában a Mama Hotelből érkeznek a fiúk, akik arra várnak, hogy valaki majd eltartsa őket. Igen, és ezek a férfiak, mikor találkoznak egy sikeres nővel, és már így benne vannak egy sikeres nővel egy párkapcsolatban, akkor már így felrakják a kezüket, hogy hát én azért nem arra vállalkoztam, hogy az a nő elmegy dolgozni, annak a nőnek saját barátai vannak, saját karrierje, saját pénze, és akkor ott már megint történik valami nagy rácsodálkozás arra, hogy hopp, ilyen egy sikeres nő. Igen, én ennek a tanúja voltam az életem során nagyon sokszor. Itt ül három nagyon karakteres nő, nagyon tudja az élettől, hogy mit szeretne, hogy szeretne, és akkor ezek szerint most azért kibukkant, hogy ezt a férfiak azért annyira nem gondolják, hogy ez funny, vagy ettől így megijednek. Tehát például nyilván egy 20-as éveiben járó lány, aki a TikTokon és az influencer világban ott van, ad magáról valamilyen képet. Mert a te generációt szerintem már nem néz televíziót. Tehát, hogy rólam, igen, már azt se tudják, hogy mi kik vagyunk. Tehát, hogy az meg egy külön rész lesz mindjárt a mi generációnk. De mit látnak belőled? Mire kíváncsiak belőled? Hát én azt érzem, hogy amit az interneten közvetítek, az azért nagyon nagy átfedésben van így a valósággal, vagy én erre mindig próbáltam odafigyelni, de ha mondjuk egy férfi megnézi az Instagram képeimet, hát nagyon sokszor elmondtuk, hogy nyilván az Instára azokat a képeket posztolod, ahol jól nézel ki, hát most egy rossz képet nem fogok magamról kitenni. És amint így találkozik a valósággal, azért voltak ebből kisebb-nagyobb összezörrenések, hogy nekem is vannak rossz napjaim, én sem nézek ki mindig ugyanúgy, ahogy a képeimen, és azért ebből voltak ilyen csúnya sztori. Ez a probléma, hogy nem tolsz egy filtert magad előtt? Szerintem volt, akinek meglepő volt, hogy nem vagyok mindig ilyen kicsattanú, és nagyon funky, és nagyon-nagyon összerakott. Tehát, hogy tulajdonképpen ők már azt a képet, azért szerettek, vagy tetszettél meg nekik, mert ők láttak egy bizonyos képet magadról. Szerintem volt ilyen is, és ez miatt én így az interneten nem is nagyon ismerkedtem soha. Szóval, ha nekem bárki volt ilyen kapcsolatom, vagy éppen nem kapcsolatom, az mindig így inkább így a valóságból jött az életembe, és nem az internetről, meg a Tinderről. Meg és ilyen. A mostani párod? Ő is a valóságból érkezett. Egy UFO-val leszállt, és azt mondta, ahova a valóságból érkezett. A valóságból, igen. Tehát, hogy nem a TikTokon nem látott, hanem egyszer csak bárhol jött, és akkor azt mondta, hogy ez lesz az. De hát a színpadnak is azért van egy ilyen varázsa. Jó, az a baj egyébként, hogy állandóan prekoncepcióval indulunk, és főleg a mai világban. Használj idegen szavakat, az én műsoromban. hogy azzal indulunk, hogy már egy képet alkot rólunk az, aki odaáll elénk, mert valahol már látott, tehát ha megnéz, akkor rögtön utánad néz a TikTokon, vagy bárhol, hogy mit közvetítesz magadról. És itt kezdődik a baj, mert hogyha te filteres képeket raksz föl magad, én az életemben még egyetlen egy képet nem csináltam meg, hogy szép legyen. No, tehát szóval nem is rakok föl semmit. És nem szólnak be érte? Ki? Mert ha... Kicsoda? Én nem használok ilyenek. Szerinted a Marinak bárki beveszik. Nem, hanem, hogy érdekel engem, hogy ki mi... De nem érdekel. Nem így kéne. Nem olvasom el, nem olvasok kommentet, mert nem érdekel. A barátaimnak a kommentje érdekel, mert ők tudom, hogy ők ismernek, ők tudják, hogy milyen vagyok, és ők arra válaszolnak. Az, hogyha valaki alkot rólam egy képet annak alapján, hogy én mit csináltam eddig, hogy csináltam, mit tudom, és amiket látott rólam, pláne a bulvár médiával megtámogatva, az egy hamis kép. Én ettől megőrülök, ennek semmi értelme nincsen. Én bejártam a világot, nagyon-nagyon sok fele utaztam, soha egyetlen egy utazós képet nem raktam föl még magamról, hogy itt vagyok a nem tudom, hol áll a vízesés előtt, meg minden. Látom, emberek abból élnek, hogy elutazik, mit tudom én, egy olyan helyre, ami nekem egyáltalán nem extra, és ott tesz egy kört, és hónapokon keresztül arról, hogy itt álltam, és ezt ettem, és így állt a lábam, kit érdekel, az ő élménye. Az ő élménye azért az övé, mert az övé, és nem fogja tudni megosztani. Hát amikor meg akartam osztani az élményeimet, akkor a barátaimnak elkezdtem mutatni a felvételemet, mit tudom én, a Galapagos szigetekre, ami az egy elég érdekes hely, és elég jó oda eljutni, és a nyolcadik percben már kint ittak a konyhába, megettek, mert pont leszarták azt, hogy igen. Ez az ilyen. Mert az az enyém. És egyébként a magamról alkotott
kép is az enyém. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa csalóka dolog. És a Tinder, na, majd addig is. Hát el fogunk oda jutni, hogy véletlenül megcsúszik a kép, és bejelölsz egy olyat, akit nem szeretnél. De mégis miért van az a vágy bennünk, hogy szeretnénk egy társat? A vágy az alapvetően szerintem azért van, most már tudom, mert jó egy társal élni. Csak ugye nem mindenki társ, akivel együtt vagyunk az életünk folyamán. Nagyon szomorú lehetett így kívülről nézni az én életemet, mikor mondjuk 3 éve azt mondtam, hogy nekem teljesen mindegy. Én boldog vagyok a kiskutyámmal, mert hogy valahogy olyan férfiakkal találkoztam össze, hogy így nem értettem, hogy édes jó Istenem, vagy aki írogat folyamatosan, még retron az Instán, ugye, és csak írogat, és hogy mikor jutunk el addig, hogy egy kávéra elhívjon, hogy ilyen elakadások voltak, vagy hogy azt láttam, hogy azt gondolom, hogy szerencsétlenkedett az életben. De amúgy szerintem a változás az ott jött el, mikor belegondoltam abba, hogy miért ilyen pasik jönnek szembe. Hogy én azt gondolom, hogy felnőtt nő vagyok, és miért a fiúk jönnek még szembe, hogy mit kezdjek magammal, mint kéne dolgozni, mit kéne átgondolni, mert hogy egyébként vannak fantasztikus férfiak, csak hát amikor úgy keresélünk, akkor... Már állítólag találtak a Marson valami életet. Hogy az volt inkább a kérdés, hogy miért teszem ezt, mert most azzal, hogy őket bántom, azzal én nem fogok előrébb jutni, hogy mi az én problémám, és akkor én mondtam is, hogy nekem nem kell kapcsolat, én jól vagyok így egyedül, milyen kényelmes egyedül lenni egyébként, nem? Hogy az nagyon-nagyon jó, és akkor, amikor volt egy lehetőségem arra, hogy most legyen egy kapcsolatom, az első 2 hónapban azt éreztem, hogy nagyon boldog vagyok, de jújúj, ebből lesz akkor valami, hogy valamibe bele kell állni, valamit már máshogy kell csinálni, és szerintem mi már ezzel is szenvedünk, hogy meddig tolhatod ki azt, hogy kényelmes, hogy jó, hogy így ledobod az embereket, hogy nem tetszik, ahogy levegőt vett, nem tetszik, ahogy evett, hogy ez már nagyon nehéz. Nagyon jó, amit mondasz, hogy miért mindig ugyanabba a pasi típusba lépek bele. Van erről egy könyv egyébként, azt hiszem, a Sémák fogságában, ami pont erről szól, hogy miért mindig ugyanazokat a férfi típusokat vonzom. Ezek szerint te elindultál egy fejlődésen, és azt mondtad, hogy igen, látni kell. Jártam. Nagyon sok, én mindent elolvastam az összes ilyen sémáról szóló könyvet, és akkor az jutott eszembe. És mire jutottál? Az, hogy nekem egyedül kellett lennem, és önazonossá kellett talán válnom. Ugye mi nagyon régóta ismerjük egymást, egyébként még ilyen párkapcsolati könyvet is kaptam tőled, mikor nagyon szenvedtem az életben, már 20 évesen. Ne higgy! Most ne higgy, ha bajszos! 20 évesen, és hogy egy milyen egy idegesítő kislány lehettem, aki azt se tudta, hogy mit akar csinálni. Ha nem tudod, hogy mit akarsz csinálni, ha nem tudsz egyedül lenni, ha nem tudsz magadról gondoskodni, és mindig mástól várod, akkor bajban vagy. Mit várunk egy pasitól? Mindannyiunkban él egy idegesítő kislány, és nagyon sok nő járhetípusból vagyunk azért összerakva. Tehát, hogy szerintem a nő talán ettől olyan titokzatos, hogy nagyon sok személyiségjegyet viselünk magunkon. De ti egyébként gondolkoztatok azon, hogy miért mindig ugyanabba a cipőbe lépek? Én erre abszolút rá tudok csatlakozni. Én az utolsó ilyen nagy csalódásom után volt az, hogy én eddig azt éreztem, hogy azt várom valakitől, hogy szeressem. De ez azért egy nagyon nagy fogalom, szóval, hogy szeretni nagyon sokféleképpen lehet. Jó, és szeretni. És utána kellett így letisztáznom magamba, hogy én hogy szeretném, hogy szeressenek, hogy mi az a szeretet, ami nekem jó, mert tudom, hogy az a fiú is biztos szeretett engem, csak az a szeretet így nem ért el ahhoz, amit én szerettem volna, hogy valaki viszonyuljon hozzám, valaki foglalkozzon, valaki gondoskodjon rólam. És így nekem ezt nagyon le kellett tisztáznom, hogy így mi az a szeretet, amit én várok, vagy hogy várom el a férfitől. Meg hogy mi az a szeretet, amit te adsz? Tehát igen, mi az, amire te képes vagy? Igen. Hiszen az rögtön egy reakció másiktól. Csak azt érzem, hogy én mindig próbáltam így a maximumot adni, de az nem mindig találkozott azzal, ami visszajön. Igen. De olyan boldog párkapcsolatban élek. Annak semmi. De nem mindegy, milyen a maximum. Látsz egy jó pasit, rámész, de jó lesz minden, és próbálsz teljesíteni, hogy majd, ha ilyen leszek, ha jobban nézek ki, ha jobban főzök, mennyire fog imádni. Igen. Szóval nekem ezt nem igaz. Na, látom, már mindjárt felrobb a gőzölök. Nem, én azon csodálkozom, igen, hogy ez úgy, ennek mindig van egy dinamikája, tehát valakivel megismerkedsz, meglátod valamilyennek. Elkezdtek egymásnak sugározni egy képet. Életem legcsodálatosabb időszaka az a pár hét volt, összesen azt hiszem 2, amikor tényleg ez ügyben, amikor Németországból hazajött egy fiú,
jóval fiatal voltam még, amikor a legnagyobb sikerünk volt annak idején, egy, mit tudom, 30 évvel ezelőtt. És hazajött Németországból, és fogalma nem volt, hogy én ki vagyok. És úgy ismerkedtünk meg, és én azt a normális képet toltam magamról, amilyennek én látom magam, és aztán utána sajnos már elmentünk egy pár hely, és akkor odajöttek meg aláírásként, akkor már mindegy volt, tehát az akkor már rossz volt, de ez az első időszak a szenzációs volt, tehát az nagyon fontos, hogy az ember mit sugároz magát. Most ezt csak úgy közbevetőlegesen mondtam, és nem tudom, hogy mire kapcsolódtam, mert már öreg vagyok, és elfelejtem a mondatot. Nem vagy öreg. Az önazonosság. Az önazonosság, igen. Ki tudsz lenni a másik mellett, igen. Az ember egyáltalán hagyja el, hogy megmutasd azt az oldalad, amit te szeretnél. Meg hogy kíváncsi el rá igazán, igen. Meg ha érdekel, ja, azt majd elmondom később, amit kérdezel, hogy én mit várok, tehát hogy mit vár az ember egy kapcsolattól, mert ez a legfontosabb szerintem. Hát meg magamtól mit várok egy kapcsolatban, és most lehet, hogy ha sokan most néznek minket, akik most teszem azt nem ebben a szakmában dolgoznak, azt gondolják, hogy mi sírunk, de szerintem egy civil nő életében is ugyanezek a kérdések vannak. Hiszen ott is ugye szokták mondani a férfiak, hogy hát először mi a kinézetbe szeretünk, utána jön a belső, miközben mi nők, és ez igaz, hogy persze fontos az esztétikai, de hogy az első pillanatban meg tud-e nevettetni, le tud-e kötni. Meg mi a biztonságot keres. Meg igen, hogy mi az a karizma, ami minket bevonz. Tehát, hogy ez például szerintem egy nagyon fontos dolog. Na és hoztam nektek még adatokat, és ha már karizma és bevonzás, wow. És hogy egyáltalán hol tudjuk mi bevonzani a társat, a párt, nagyon nehéz. Szerintem ebben egyet értünk, és ezt mondhatom úgy is, hogy én ugyan 5,5 éve egy kapcsolatban élek, de azért én elváltam, tehát hogy volt olyan, hogy elmentem egy szórakozó helyre, és azt mondtam, hogy na, most itt lesz a nagy ő, és akkor most én tényleg megtalálom. Majd oda jött hozzám egy fiú, és mondta, hogy ne, meghívhatlak egy italra? Hát mondom, persze, nyugodtan. Ja, annyira örülök neked, hát anyukám rajtad nőtt föl. Oké, egy pofon. Mondom, és hány éves a mama? És kimondta a számot, azt hiszem egy éve voltam idősebb a mamának. Hát mondtam, hogy keresem, de nem ennyire. Tehát a pelenkázáson már túl vagyok. Úgyhogy szóval voltak ilyen helyzetek, hogy rájöttem, hogy a szórakozó helyeken való ismerkedés, ez nem biztos. Hogy na, de nekem... akkor hol? Na, de akkor hol? Na, kérlek szépen, van erre is egy kis adatom nektek, a 20 évesek számára természetes nyilván, hogy az online felületen keresnek társad. Egyébként a 30-asok is azért otthonosan mozognak ebben a világban, vagy a randi appokon, viszont a 40 fölöttieknek már nehezebb a dolguk, hiszen azért, ha belegondolunk, 20-30 évvel ezelőtt még nem álltak rendelkezés ilyen eszközök. Ugye megbeszéltük, hogy 8-kor az óra alatt a nyugatinál, vagy eljött, vagy nem. Nem volt még mobiltelefon, nem volt lokátor, hogy megnézzük. Én ezt most tudtam meg, hogy a Tinderen van egy ilyen lokátor, hogy megnézheted, hogy a másik merre jár. Tehát hát már... Láthatod, hogy mennyire szeretné messziről, közelről. Hát igen, de hogy utána már látod, hogy a csávó az... lokátorra. Igen, hogy merre jár, és már ott az első randik után már felelősségre vonhatod, hogy aha, azt mondtad, nem hagyod el a lakhelyedet, de láttam, hogy ott mulattál a budai, jó, nem normális. Tudom én. Jó, hát de van ilyen is. Szóval, hogy hol ismerkedjünk? Ki használt randi appot? Én. Te rajta vagy? Persze. Hát kettő emberrel találkoztam, és ez a kedvenc történet. Én az egyik, ott dudáltam rád, arra emlékszem. Szóval kettő emberrel találkoztam, mert hogy én névvel, arccal, tehát én annyira utálom ezt az ilyen, csináljunk magunkra egy maraszép képet, és nevezzük el magunkat Josephine-nek. Tehát ez Marusi Marian, arccal, képpel, színes hajjal felraktam magam, akkor rögtön találkoztam egy emberrel, aki azt mondta, hogy ő az unokáinak kért természetesen autogramot, és hogy nem hitte el, hogy én vagyok. Ez volt az egyik. És akkor jött egy másik, aki jött szürke zokniba, barna szandállal, és ott feladtam. Tehát ez volt az a pillanat. Szeretek, tehát beszélgető társakat szereztem onnan, egy olyan nap például, akivel a mai nap minden nap levelezünk, és tök jó, egyszer-kétszer találkoztunk, de nincs értelme, mert nem mint férfinő, hanem egyszerűen baráti kapcsolat. És az az érdekes, hogy nagyon komoly átfedés van egyébként, és nem egy bizonyos idő után, hanem már rögtön az elején is, hogyha valakivel nem tudná jó barátságban lenni, akkor az sose lesz a... Na de ők milyen képet raktak föl? Tehát, hogy meg valamiért jobbra húztad. Igen, tehát vagy megcsúszott állat. Nem, szimpatikus.
szimpatikus volt, szemmel, tekintete, aha, az egyik tök bénán nézett ki, az azért tetszett, szóval, hogy ilyenek vannak, de nem jött be. Nem jött te nem be. Válaszoltál arra a kérdésre, hogy miért mindig ugyanazokat a férfi típusokat húzod? Miért mindig ugyanazokat? Mert nem ugyanazokat. Én például nagyon nagy merítésem volt, tehát én nagyon sokfajta dolgot kipróbáltam, pontosan azért, mert azt kerestem, hogy bennem van a hiba, vagy mi lehet az, ami izgalmassá tesz valakit. És mire jutottál? Hogy mindenkiben van valami, ami érdekes és ami izgalmas, de aztán utána mindig eljutottam oda, hogy ez nekem nem elég. Uh-huh. Hogy egy pillanatra úgy érdekes volt, meg elég volt, és aztán utána meg már nem, mert hogy nem volt több dolog mellett. Oké, hogy 20 évesen, 30 évesen, akár 40 évesen is lehet társat találni, de 60 fölött nehezebbnek érzed egyébként? Pontosan ugyanolyan nehéz, aha, igen. És ez azért, bocsánat, mert az vagy aki? Hát az mindenféleképpen hozzátesz, de azt én nagyon jól tudom kezelni, mert pont leszarom. Tehát, igen, hogy én teljesen ugyanolyan persze vagyok, mint ha mit tudom, gépírónő lennék a Dunafernél. Tehát teljesen mindegy, de ezt mások tudják nehezen kezelni, és aki ezt nehezen tudja kezelni, az már ugrott, tehát az már nem érdekel, mert nem hiszem el, hogy ez fontos. Tehát nem látsz különbséget a 30-as éveidben való ismerkedés és a mostaniban, csak annyi, hogy akkor elmentél az óra alá, most meg elhúzod. Akkor elmentem az óra, igen, meg jobbra vagy balra? Meg a beszélgetés hiányzik mindenkinek. Beszélgetés. Tehát én azt hiszem, hogy az itt a nagyon nagy baj, hogy a személyes kapcsolatok azok nincsenek, mert hogyha több személyes kapcsolat lenne, esetleg több lehetőség lenne a megtalálására, igen, annak, aki jobban érdekel. Meg talán egy kicsit kényelmessé is teszi ezt az ismerkedést. Ne legyen majd kényelmes egy ismerkedés. Ugye? Igen. Az ne legyen. Legyen izgalom. Hogy szakadjunk meg, de hogy figyeljetek, hogy amikor még randiztam most, amúgy én nekem 5 percig volt Tinderem, rettenetes volt, az Insta volt az én telefon. Komolyan? Az volt a te világod. Ott mindent le tudsz nyomozni, meg tudod nézni, egyébként a mai szerintem az nagyon jó. Le tudsz nyomozni, és akkor úgy érkezel oda valakihez, hogy tudod, hogy az anyukája hány éves, hány gyereke van a testvérének, hova szokott járni nyaralni, és azt mondta, hogy neked is tetszik Velence, és attól meg lehet veszni. Hát álljon oda egy ember, aki elkezdi magát bemutatni, és olyan képet akar magáról sugározni, amit ő akar, amit meg akar neked mutatni. Igen, de ezt a bölcsességeddel mondod, és a tapasztalataiddal. És habár én azt gondoltam mondjuk 15 évesen, hogy a mai világ, vagy hogy a világban egy 30-35 éves férfi önazonos, és tudja, hogy mit szeretne, és hogy szeretne, és amikor rád ír, hogy hello, szia, tetszel, menjünk el inni valamit, és épp, hogy csak görgeted a telefonodat, és látod a feleséget és a gyerekeket, na ezért kell nyomozni. Ilyen szempontból azért van ennek előnye, viszont szerintem az borzasztóan nagy hátrány, hogy én attól szenvedtem, hogy mondjuk elhívott valaki randizni, ő megnézett engem, jó lesz, én megnéztem őt. Oké, úgy rendben van, majd találkoztam vele, és így figyeljetek, tök szép volt az ember. De sem, hogy miért, azért, mert most egy képen tetszettünk egymásnak, leültünk beszélgetni, és én arra vágytam, hogy bemész a zöldségeshez, és rányoltak együtt az almára, vagy a banára, és felnézel. Hát ez nem a Disney film, drága Lola. Szeretném, ha felébredni. De az én páromnak egyébként nincs Instagramja. Figyeljetek, a van ilyen. Van ilyen. Jó, de old school. És nem 70 éves. Hát nem tudtam megnézni, nagyon ideges is voltam. Most hogy nyomozom le? Igazából összetalálkoztunk. És nincs fönt semmilyen közösségi felső. És összetalálkoztatok valahol? Igen, összetalálkoztunk. Véletlenül? Egy műsorvezetői munkám kapcsán. És így ránéztem, és hű, de jó. Nagyon-nagyon tetszett. Ott kellett beszélgetnünk, hát fél órát kellett volna, másfél óra lett belőle, és az volt, hogy hú, nagyon tetszik, meg de jó, helyes, de ám mindegy, nekem jó már ez így. És hogy hiába volt meg az a plusz, ami lehet, hogy egy online társkeresésnél nincs is meg, mert én is abba voltam, hogy de, hogy megyek én utána, hát nekem most már mindegy is. Ehhez kellett az a dinamika, hogy egyáltalán kérdezzen, vagy írjon. És akkor elterjen úgy pár randi, hogy ír, majd aztán közölt, hogy utál írni, inkább telefonál. Ella, jó Isten! Ennyire, tehát, hogy igen, ezt akartam kérdezni, hogy milyen... Van még ilyen ember? Nincs egy apja. Van még ilyen... Haragudj, Robi! És akkor tudjátok, mikor így ülsz, és azt átjön, hogy csörög a telefon, és látod, hogy hív, hogy fel kell venni. És akkor olyan izgalmas. És hogyha ha erre vágysz, valahol csak lesz ilyen, és mondtad ezt az okni szandál valamit.
könyörgöm a férfiaknak, hogyha egy nőt elvisznek randizni, vegyenek fel egy ingetlen. Ő az önazonos, de ha mi is azt szeretnénk, hogy minket úgy lássanak, ő úgy érzi magát. Jó, de hát én is kicsípem magam egy randira. De neki lehet, hogy ez volt. Ez az ünneplő szandála volt. Nem tudod. Csak a színválasztás. De tindereztél egyébként? 5 percig, igen. De találkoztál is valakivel, aki ilyen... Kollégáimon a tindereztél. Kollégákkal találkoztam, de nem, amúgy az életben nem, csak láttam, hogy na hát, csak kik igen. fent vannak, milyen érdekes. Nekem ez nem tetszett, egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni, ott pittyeget, aztán megijedtem, mikor egy ismerősöm rám írt, hogy de jó, szia, te itt. Töröltem is magam azonnal. Amúgy érdekes, én ezt szégyeltem valamiért. De miért? Nem tudom, pedig nem kellett, nem akartam, hogy az legyen, hogy amúgy is nyilván privátban is kapunk üzeneteket, nem csak kedves üzeneteket, és én nagyon sok olyat kaptam, hogy miért vagy te ilyen szerencsétlen, mi veled a baj, hogy mit tudom, kiraktam a kutyámmal egy képet, akkor kaptam egy üzenetet, hogy milyen ciki vagy a te korodban, már inkább a gyerekeidet kéne ölelgetned, és azt éreztem, hogy én nem akarok ennek táptalajt adni, hogy nekem most így írogassanak, hogy úristen, én a Tinderen keresek párt, és én nagyon féltem ettől, és szépen. Egyébként persze mindig abba kell belegondolni ezekben az üzenetekben, hogy otthon ül valaki a fotelben, pohosan, megívott 3 sört, vagy mit tudom én, csak egy kólát, de akkor is ül, és semmi másban nem leli az örömét, mint abba, hogy beszóljon, és hülyeségeket írogasson. Hát ez annyira szána. Igen, de most eljátszhatom azt, hogy engem ez soha nem érintett meg, de amikor ott ülsz, hogy olyan szingli vagy, hogy a kenyeret... Hogy tényleg, a szingli szótárban ott a neved van. Tudod, hogy veszed elő a mély szingli jutott, Lola. És ott ülsz, és nem látod, hogy úristen, már 30 felett vagy, és hogy veled mi lesz, akkor ez betalál. Most, hogy jól vagyok, most én is ezt gondolom, mint te, de egyébként persze, hogy tudnak. De egyébként venni. Meg én nagyon-nagyon haragszom a társadalomra, amit te is elmondtál most, hogy ezt a nyomást rakja akár egy 30-as nőre, vagy egy 20-as évei végén járó nőre, hogy a te társadalmi léted, az menjél férhez, szüljél gyereket, legyél a családba, és csináld. Tehát, hogy és aztán, ha meg mondjuk 40 évesen vagy szingli, vagy 50 vagy 60, az tényleg, akkor építsétek a mágiát, azt mondjuk a nő. Tehát, hogy ez is egyfajta nyomás, pedig azt gondolom, hogy most már a külső ingerekből, a világból annyi sokféleség és furcsaság jön, hogy az, hogy egy 30-as évei közepén járó nő egyedül van, abban nincsen semmi. Tehát, hogy az van ilyen, de látod, te mégis rosszul érezted magad ettől, és voltak szar és rossz napjaid. Nagyon azért, hogy mit gondolnak róla. Persze, meg hogy akkor én nem leszek, nem vagyok elég szép, biztos nem tetszem senkinek. Vajon elég nőies vagyok-e? Ugye ilyenkor egy csomó kérdést feltesz az ember. Ez az önhibáztatás, erről mindjárt majd a Tinder vagy az Insta, lehet, hogy ott kapsz visszajelzést, az nem igazi visszajelzés, az nem az, mint amikor kimész az utcára, és egyébként gyakorlatilag most már bárhogy kimész az utcára, lehetsz te bármilyen csinos, sokkal kevesebb visszajelzést fogsz kapni, mert már nem azt a kort éljük, hogy egyáltalán rád nézzenek. Mondjuk én sose szerettem ma utána az építő munkások. Jó, de hát nem arra. Köszönöm, én boldog. De ha mosolyogsz eljük, és mondod, hogy hello, abba is hagyják, igen, hogy persze. Ezt is lehet ugye kedvesen kezelni, de nagyon sok ilyen van rajtunk, és most már örülök, hogy éppen nem ezt élem át, de az élet mindig változik, hogy ki tudja, mikor kerülök megint ilyen helyzetbe, és mindig a nő az, aki bántja a másik nőt, hogy neked mi bajod van. Semmi amúgy. Ezért lett ez a műsor, hogy ne bántsuk egymást, és egy kicsit érezzük azt, hogy tulajdonképpen a gyökerek abszolút. A történeteinkben ugyanazok vagyunk, csak lehet más a munkánk. Na, és egy 20-as évei elején járó hölgyike, ugye mondtad, hogy Instagram vagy TikTokon már nincs ismerkedés, nincs. És akkor egyszer csak jötte valaki. Jötte valaki, de hát én is voltam Tinderen, körülbelül én 10 percig, ha te 5. Megtaláltam az összes fiú barátomat, és velük beszélgettem, és aztán rájöttem, hogy inkább felhívom őket, tehát ez volt a játékom. Én azt érzem, amit te mondtál, hogy sokkal kevesebb a visszajelzés, mondjuk elmegyünk valahová, nagy társasággal elmegyünk bulizni, és ott vagyok mondjuk azzal a fiúval, akivel így tetszünk egymásnak, vagy kinéztük egymást, és ha hazaérek, és akkor fog rám írni. A buliba nem fogod odajönni. Azt hiszik, hogy van idejük, de nincs idejük. És így tökölnek. Igen. És nem az, hogy akkor odajön, akkor meghív egy italra, akkor nem tudom, hanem így vége az estének, és akkor hajnal 3-kor jön egy üzenet, hogy na, hazaértél. Hát,
haza, köszi. Bármennyire gyors a világ, és üzenetekben kommunikálunk, és Instagramon üzenünk, vagy nem tudom, TikTokon szoktak-e, vagy Tinderen, mégis várjuk azt, hogy igen, jöjjön oda, igen, legyen ez a klasszikus udvarlás, legyen kíváncsi ránk, kicsit lásson a felszín mögé, és mindegy, hogy éppen milyen korosztályban vagyunk. És hát ugye szerintem ezzel az egész internetes világgal, vagy az ismerkedéssel bejött egy csomó olyan szakítási mód, amit én egyébként hülyét kapok. Annak... Van erről adat? Erről nincs adat, de... Tehát, hogy azért mondok egy-két kifejezést, hogy most akkor megnézzük, hogy ki mennyire jó. Ghosting. Kinek volt már? Mi? Jó, ez ok, szerintem... Hát amikor így eltűnik. Amikor egyszer csak... aztán... És jó, soha többet nem vált. Tehát látod, hogy látja. Mikor? Van, amikor oké. Nem, szerintem ez soha nem... Amikor egyszer-kétszer találkozol valakivel. Nem. Legyen már tökke, ne haragudj, álljon már oda velem. És mondja azt. Rengeteg, és így éltem túl, hogy azt mondtam, hogy oké. Mert azt gondoltam, hogy ez egy visszajelzés. Hogy az egy annyira tiszta üzenet, tűnjön is. Nem, szerintem a tiszta üzenet, hogy ott mutatja meg, hogy férfi, hogy azt mondja, hogy ne haragudj, te nekem. Nem, nagyon kelmesen éreztem magam viszont látásra. Ez egy tiszta üzenet, ugyanis azzal, hogy eltűnik. Kaptál ilyen üzenetek? Én nekem volt ilyen. Egy perce más, még én írni értem. Előtte valónak, csili-vili, emoji, minden, és soha többet. Uh-huh. És akkor ott állsz, és azt mondod, hogy most mit csináltam? Semmi. Próbálsz, ráírsz, most mi van, nulla. Látod, hogy látja a kedvencem, amikor még követ is, tehát még látod, hogy nézi a sztorikat, a nem tudom. Jó, Mari, majd ezt elküldöm. Egy fordítás. Nem tudom, hogy miről beszéltek, abszolút. Ez szerintem ez a legalja. Majd 10 hónap múlva rád ír, hogy mizó. Igen. Amikor ugye kifutott az, aki... Az egy másik kifejezés, az a curving, amikor folytatja a beszélgetést, mit tudom, 2 hónappal előtte válaszolt, utána semmi, és egyszer csak eszébe, mert gondolom, hogy ott... Curving nekem sokkal part. Open casting. Mi? Ez most nekem a szót értem, de ez mit jelent? Hát ez azt jelenti ebben a világban, hogy olyanoknak is teret adsz, akik egyáltalán nem jönnek be. Igen, igen, volt ilyen. No. Na, ez hát, hogy elmész a szandálos... Sem egy banánt, jó? Egyél egy banánt. Elmész a szandálos zoknissal, egyébként nem jön be neked, de lehetőséget adsz arra, hogy akkor most nézzük meg, lehet, hogy egy Einstein. Ez létező, és szerintem egyébként ezt is ki kell próbálni. Az egyik legjobb barátnőm mondta, hogy ő azt érzi nálam hosszú ideje, hogy valahogy senki nem fogja meg a gondolataimat, és hogy ez az intellektus, amit én keresek, az valamiért nem jön, és mi lenne, hogyha a szemem, vagy az, hogy milyen az én zsánerem, nem vinne el sehová, hanem randiznék esetleg olyanokkal is, akik így elsőre nem az eseteim. És? Bejött? Dehogy is. Nagyon-nagyon jó fej, és borzasztóan értékes jó fejparikat ismertem meg, de ennek semmi értelme. Hát nem hogy sem. Hogy ezzel nem tudsz mit kezdeni, hiszen nézzük már meg a férfiakat, mennyivel okosabbak nálunk. Egy férfi randizik egy olyan nővel, aki nem tetszik neki? Csak azért, hogy eszébe majd meglátom be... Nem. Vagy, és akkor úgy voltam, hogy ezt... Akkor írd oda mellé, hogy ez egy női kifejezés. jó. Rossz a statisztika, halló! Szerintem nem. Egy férfi nem megy el egy olyan nővel randizni, aki ott a helyben nem... Nem mindegy, hogy miért keres, azért tegyük hozzá, de ha kicsit se jön be, akkor nincs egy éjszaka sem, meg semmi. Szerintem. Amikor fiútársaságban vagyok, szoktam kérdezni, hogy mi az, amit néztek egy nőn. Tehát, hogy mi az, ami elsőre vonzó. És azt mondták, csöcsek. Igen, ennyi. Ennyi. Tehát nem a te szemed és az intellektuális kisugárzásod, a humorod, vagy bármi. Ide rakok 2 szemet, azt viszont látom. Nem egy jobb melltartót kell felvenni, és javul a helyzet. Kapcsolatról beszélünk, az más, de ugye nem lesz mindenből kapcsolat, meg hűdeszerelem. De az első kör az ez? Az első kör az ez. Na jó, de azért valljuk be, mi is azért, ha találkozunk egy férfival, mit nézzünk meg rajta. Hát ezért mi a legelső? Az eseted? Nem? Tehát kinek mi a legelső? Szem, fogsor, kéz. Ha esetleg nyári vádli. Időszak van, vádli, akkor az elábúj körmök rendben legyenek, tehát ne üljön meg vele. Tehát, hogy azért mi is azért az esztétikára megyünk, de abban igazatok van, hogy azért mi hamarabb elmegyünk egy olyan pasival randizni, aki lehet, hogy nem a mi ideálunk, és nem Brad Pitt maga, bár most láttam privát fotókat róla. Hát azért neki is jó a szívő, mindegy. De
De azért esélyt adunk annak, hogy hát igen. Ha a humora, a kedvesség, a karizmája, az bevisz minket, és tehát hamarabb mennek el a nők, de egyébként lehet, hogy ebben lesz, van igazság. Amikor így randizol, hogy így nem jön be annyira, nem is figyelsz, mész egyik randiról a delikvánsra a másikra, és besétál egy olyan pali, hogy úgy őszott, hogy atya úristen. Ő az igazi. Mert akkor az bedobja az élet. Elhoztam. Az öcse, és akkor már egy rossz helyzetben vagy. És miért csináltad? Mert te nagyon igyekeztél. Te önmagad ellen mentél. Hát képzeljétek el, még ez nagyon régen volt, tényleg a 20-as éveim elején. Hát ugye akkor már ment a sorozat, tehát rólam is volt egy kialakult kép elég rendesen, és elhívott egy srác randizni. De ők tulajdonképpen a barátaim szerezték ezt, mindig rossz, hogy a barátok kit gondolnak nekünk valónak. Hát az elég sok mindent egyébként elárul a barátaimról is. Az egy másik. És hát mondja nekem, hogy menjünk el egy strandra. Úristen, mondom, hát egész életemben folyókúráztam, tehát most nem bírok ki egy napot, hogy behúzott hassal ott rohangáljak a strandon. Tehát, mondom, jó, hát mondom, most akkor legyen. Ha strand, ha ez, akkor lássa meg a valóságot, akkor legyen. És akkor én nem nagyon találkoztam, talán elvileg egyszer ezzel a sráccal, és így nem nagyon volt meg, hogy néz ki. Hát mikor kiszállt a kocsiból, megnyugodtam. De mondom, hogy nem az én hasammal lesz probléma, tehát hogy azt kell behúzni. De elmentünk, és nyilván semmi nem lett az egész sztoriból, csak egy kellemes beszélgetés. De hogy rögtön egy ilyen pánik lett rajtam úrá, hogy úristen, meglát engem fürdőruhába. Tehát ez egy ilyen kiszolgáltatott helyzet, hogy ő most akkor ott föl fogja mérni, hogy mely is, meg most tényleg akkor a Julcsi seggel, mint ahogy ezt így láttuk. Egyébként a tévéköveri csak mindenki mondom. Tehát ennél kicsit kisebb volt. De hogy egy ilyen stressz helyzetben voltam, hogy a vakrandi például nálatok az így volt ilyen, hogy így nem tudtátok? Nem. És esetleg nem barátok? Nem vagy bátor ebben? Vakrandi? Igen. Ha nem nézhetem meg az Insta profilját, nincs randim. Ha nincs, de te Sherlock vagy, lenyomozod a dédszülőkig. Minden nő tud nyomozni. Persze. Nincs olyan, amit mi nem nyomozunk ki. Minden. Hát én egyszer próbáltam, és rányomtam a like-jel. És akkor azt mondtam, hogy jó, soha többet. Ezzel nem fogok az próbálkozni. Amatőr. Na jó, így mentetek ezen az önismereti úton, és én vallom azt, hogy én nem értek ezzel a egyet, hogy két fél az egy egész. Jaj, nem. Tehát, hogy szerintem ez egy hülyeség. Tehát két egész ember van, aki találkozik, és abból lesz egy még nagyobb egész. Tehát, hogy akkor vagyunk jól, amikor mi jól vagyunk. Mikor jött az a pont, amikor ti azt éreztétek, hogy ti önmagatokkal stabilak vagytok, ti szeretitek önmagatokat? Van ilyen? Eljut az ember? És ez most párkapcsolattól független. Szerintem van ilyen, és az ember eljut oda, hogy ezzel így megvan, és akkor mondja azt, hogy milyen jó egyedül lenni. És akkor jön valaki, akivel kapcsolatba kerülsz, és az a nagyon nagy csapda, hogy ne kezdj el ezen a kapcsolaton belül megváltozni, és azt a képet sugározni magadról, amit azt hiszed, hogy ő szeretne látni. És ez marha nehéz. Tehát, mert látod, hogy milyen, megnézed, hogy mi az, amire vágyik, mi az, amit szeret, és akkor aláteszi egy kicsit, és megpróbálsz. És ennek két szegmense van, az egyik, amikor kedveskedés, és mit tudom én, egy gesztus vagy egy játék, viszont a másik, amikor már komoly változásokat hoz benned, és megpróbálsz máshogy viselkedni, mert úgy gondolod, hogy ez neki jó. Ez nagyon nagy csapda. Mert abban a pillanatban ő nem azt fogja kapni, akit megszeretett, hanem egy olyat, aki már elkezd más csinálni. De ez nem egy ilyen női tulajdonság, hogy elkezdünk egyszer csak idomulni ahhoz a férfihez? Nem az idomulásról beszélek, amikor a személyiségeden teszel csorbát, tehát amikor már abba... De akkor nem egy kicsit ellenemész önmagadnak? Tehát azt te is érzed, hogy hoppá, ez most nem én vagyok. Tehát, hát igen, de nem szabad ebbe beletenni, nem szabad annyira akarni a szeretetet, annyira koldulni, hogy valaki téged szeretett. Látod? Ez most egyezve. De én közben azt érzem, hogy amikor mondjuk egy nő így belehoppan egy új kapcsolatba, akkor így annyira férfin van sokszor a fókusz, hogy mondjuk így a barátnők kicsit háttérbe szorulnak, és én most ezt nagyon tudatosan és figyeltem is magamra, hogy így tehát az én életemhez ő csak hozzáad, és az én életem ne változzon ennyire drasztikusan, hogy én kevesebb szer megyek el a lányokkal vacsorázni, hanem nem, ez az én életem, te ebbe belejöttél, mi így vagyunk ketten, de ha
ha mi véletlen szétválunk, akkor nekem hasonló legyen már az életem, mint amikor én ebben a kapcsolatban ugye elmentem. Hozzáadja azt a pluszt, igen, ami ő, és te is hozzáadod, igen, azt a pluszt, ami te vagy, tehát azt, igen, nem szabad elfelejteni. Ja, persze. Hogy ez a baromi jó kapcsolat, hogy van két különálló ember, igen, két különálló entitás, akik valami miatt vonzódnak egymáshoz, és tök jól érzik magukat, igen, együtt. Tehát attól még nem kell ezt megváltoztatni, és azért nehéz dolog az összeköltözés egyébként, mert amikor már ide rakod a gatyád, oda rakod a gatyád, az már egy kicsit nehezebb sztori, és azért van valószínű, hogy ennyi nagyon kényelmes szingli ember, mert ők ezt nem akarják vállalni. Nem akarják. Nagyon sokan vannak, akik... Én imádom, hogy a 22 éves Adél és a 65 éves Mari olyan szinten egyetértés van, mert hogy én például nagyon szeretek együtt élni. Nagyon jó együtt élni. Igen. De érdekes én az, amit szeretek. Mondasz, hogy te mihez tartod magad, hogy már az elején... A saját oldalamról azt látom, hogy találkozok, igen, de találkozom valakivel, ott eltelik egy kis idő, ismerkedünk. Persze, hogy ha én nem akarok azzal a férfival több időt tölteni, és mindent ugyanúgy akarok csinálni, de ez én vagyok, akkor ő engem nem is érdekel. Nyilván nem leszek egy tapadék hosszú évekig, aki így rajta van egy férfin. Egy matrica. Nekem, igen, de kell az első pár hónap, ami kialakul a ti saját világotok, és utána valahogy visszatudsz abba te abszolút integrálódni, hogy ugyanúgy találkozol a barátnőid, de mindent ugyanúgy csinálsz, de az elején én azt gondolom, nekem mindig több figyelmet kellett adnom ennek a férfinak, mert amikor mondjuk tizedik randi, és ha a tizedik randin én már mondjuk behúztam a féket, és inkább a barátnőmmel találkozom, hogy megmutassam neki, én már ott taktikáztam. De nem, a taktikázás az hülyeség. Ez természetesen működik, nem, hogy mikor kivel, hogy akarsz találkozni, te maradj önmagad. Én nagyon sokszor mondtam a barátaimnak, vagy a saját nővéremnek, hogy én nem akarok kompromisszumot kötni. Hogyha el akarok utazni a barátaimmal, a barátaimmal valahová, hagyj menjek, beszéljön. De hogy ezt ugye nem csak az elején, hanem... Ja, persze, így végig, igen. Bármikor, de én, igen, tudom, hogy nekem az elején nagyon kell az, hogy érdekeljen annyira a másik, hogy simán megcsörgessem a barátomat, hogy figyelj, imádlak. És meddig tart ez az érdekeljen annyira a másik? Most az első időszakról beszélünk, hogy én simán mondtam azt, hogy Mucika, nagyon jó lenne vele talizni és pletykálni, de én ezzel a pasival akarok most találkozni. Uh-huh. Úgyhogy légy színe, haragudj. Uh-huh. És röhögött, hogy de jó, végre, menjél, nem hallottunk rólad 2 hónapja, az azt jelenti, hogy te jól vagy, most szivárogsz vissza, tök jó. Jó, oké, én külön állatfaj vagyok, na, mert én szinte rögtön összeköltöztem mindenkivel. Hát most, ha így nézzem az elmúlt 20-25 évemet, akkor mondjuk a volt férjem, mert egy kicsit hosszabb, de egy hónap után. Az a kicsit a Robertóval pedig hát 2 hét. De ez is rendben van, hogyha... Tehát, hogy mi rögtön fejest ugrottunk ebbe, mert én inkább azt mondom, hogy derüljön ki, tehát nézzük meg, hogy mennyire... Minek óvatoskod? Mennyire idegesítenek a szokásai, és ez érdekes egyébként, amit te mondtál, Mari, hogy mit látsz magadból, hogy mennyire a személyiséged mennyire változik. Tehát én például azt láttam, hogy nekem a nőies oldalam az sokkal erősebben kijött most ez alatt az 5,5 év alatt, mint a 16 évig tartó házasságomat. Tehát én ott egy sokkal maszkulinabb, egy sokkal férfi típust vittem, mint most, hogy én meg tudom élni a nőiességemet, vagy el tudom fogadni azt, hogy nem nekem kell mindent kontrollálni, mert egy borzasztó kontrollmániás állat vagyok, és egy kocka. De például, tehát tud ez jó irányba is menni, hogyha olyannal találkozol. Miatt biztonságban érzed magad, és igen, ez tök jó. Tehát hogy kihoz belőled, igen, olyat, amit esetleg te így nem gondoltál. Ez jó. Engem nagyon nyugtat. Én nagyon le vagyok nyugodva. Én mindig zizgek, ezelőtt mindig zizektem, mindig volt valami dráma, szakítás, ez a fél, és most ilyen nyugodt zenbe vagyok. Vagy. Teljesen. És ha ő holnap azt mondaná, hogy Adél, most költözzünk össze. Jó, Móka. Jó, ilyet nem mondjad. Jó, de mennyi ideje vagytok együtt? 8 hónap, 7 valami. Ó, hát én már ilyenkor. Hát te már mostam a gatyát. Nem, az a fura, hogy ez egy ilyen elhatározás, hogy akkor mostantól költözzünk össze. Igen, valahogy, manapság. Igen, mert szerintem szóval én mindig úgy voltam, hogy volt olyan, akivel másnaptól együtt éltem. Igen. Tehát ez teljes minden közösségben. Abszolút, mert az jön, igen, hogy minden spontán. Tehát, hogyha ott alszik, és mit tudom, mi mindig ott hagy egy
lukót, hogy érezd a szagát, vagy szóval, de bármilyen apróságok, és akkor egyszer ennek jele van, és akkor egyszerre csak elkezd működni, ez magától működik. Tehát az a baj, hogy annyira tudatosak vagyunk már ebben, pedig ennek az egésznek egy hihetetlen ösztön az alapja. Tehát a párkeresésnek, a párkapcsolatnak az, hogy kit nézünk meg, az, hogy kit nyomozunk le, lenyomozunk, mennyire érdekel, de ennek mind az az ösztön az alapja, hogy bevonzam, és hogy adjam magam. Tehát azt mindig elfelejtjük, hogy ez nem egy olyan, hogy na, bevonzam, és akkor azért, hanem hogy én is nyíljak meg, mert igen, akkor fogok tudni bárhova jutni, hogyha ebbe én is ott vagyok a másik félként, egyenrangú félként, és nem azt várom, hogy jöjjön valaki, akitől boldog vagyok. Nem, én magamtól vagyok boldog, és hogyha ezt odaadom neki, ő is oda fogja adni azt. De hát sokan azért nagyon kapcsolatfüggők, tehát hogy... Akkor az a nyilván nem nekem kell találkozni, tudod? Tehát, hogyha magamat nézem, igen. És akkor még itt nem is veséztük ki a féltékenység témakörét, hogy akármi nők, vagy férfiak, hogy nyomozunk a másik után. De nyilván... ez nem értékenység. Az elején, nem. Én vállalom az elején, én bárki, jó, nem bárkivel, aki érdekelt, és akivel találkoztam, megpróbáltam nyomozni, bár után nem tudtam, mert nem találtam. De most például biztonságban érzed magad? Nagyon. Tehát mondjuk, ha ő teszem, azt hazamegy, és lefordítja a telefonját, akkor nincs benned az a gondolat, hogy azért fordítja? Nincs. Én nagyon sokszor lefordítom a telefonomat. És nem azért, előttetek is, hogyha letenném, lefordítanám a telefonomat, nem azért, mert titkolok valamit, villogni fog, kiránt a beszélgetésből, és nekem volt olyan randim, hogy valahogy egy nagy asztal volt, nem így kiraktam a telefonomat, hanem lepakoltam mindent, és lefordítottam. Szembe jött velem egy úriember, a harmadik kérdése, miért van lefordítva a telefonod? Jézus! Én azt éreztem, hogy köszönöm a... Mi? Hol vagyunk? Üdvözlünk ebben a világban, Mari. Felkám! Én imádom a generáció kutató előadásait. Igen, hogy persze. Jézusom! Ilyet nem lehet, hogy egy csomó minden nem lehet. Én igen, biztonságban érzem magam, senki nem adott arra okot, hogy rosszul érezzem magam. Ha bármit gondolok, vagy bármi nem tetszik mondjuk az adott napban, ahogy nem is az, hogy egymással beszéltünk, csak valami furcsa érzésem van, akkor elmondom, és nem az van, hogy mit hisztizel, meg miért vagy érzékeny, meg nem tudom, hanem ja, egyébként csak ez és ez volt. És akkor egy idő után megtanultam, hogy könyörgöm, felnőtt emberek vagyunk, van életünk, van munkánk, vannak terheink, nem mindig minden rólam szól, hogy én nem vagyok persze annyira csodálatos, mégse, és ő rájött, és azért van csendben. Ezer másik dolog történik az nagyon életében. Nagyon cuki, nagyon bírom. De erre rá kell jönni. Tudatos, és tudja, és nem, megéli. Nem, és, jó, és mennyire jó, amikor két ember csendben tud egymás azt mellett lenni. Az szerintem a legmélyebb összetartás. Akárhogy is van a telefon. Akárhogy is van a telefon. Se tudod, hogy hol a telefon. Igen. Na, arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondoltok, hogy kik... A szinglik aránya hogy oszlik el? Több női szingli van, vagy a férfiak többsége szingli? Szerintem több a nő. Igen? Nem. Szerintem több a férfi. Igen? Férfi. Férfi. Izgulok már ennyit. Jó, férfi. Hát kezeljétek el, hogy igen. Hogy a szinglik között nem a nők, hanem a férfiak vannak többségben, a vizsgált korcsoport 20 és 49 év közötti, itt eleve több férfi található, de az is például egy érdekes felmérés, hogy 45 fölött a férfiak sokkal jobban el vannak hanyagolva, mint a nők. Már nem adnak annyira a külsőségekre, már jön a daddy buddy, megereszkedett poci, már nem öltözöm úgy, már nekem már mindegy, tehát hogy úgy belekényelmesednek a korba, míg ha megnézel egy 40, 45 pluszos, vagy akár 50 pluszos nőt is, azért, hát J.Lo a minap lett 55 éves, jó, mondjuk ott ne hasonlítsuk, mert nem egy átlag. Igen, tehát ő rajta sok a segítség, de attól függetlenül, és mégis Ben Affleckkel nem jön ki, ez egy másik kérdés, hogy a mi Gézánk miért nem akarja őt, de hogy valahogy a 40 éves nők azt gondolják, hogy ők nem igazán tudnak a saját korcsoportjukba társat találni. Ti ezt érzékeltétek egyébként? Szerintem a férfiakon nincs akkora társadalmi nyomás már ebben a korosztályban, mint ugyanebben a korosztályban nőkön, szerintem. És egy 20-as éveiben járó férfiban? Szerintem a férfiakra alapvetően ez a külső, vagy a kinézettel kapcsolatos nyomás szerintem kevesebb. Nyilván ott van, hogy sikeresnek kell lenni, el kell tartani a családot, de hogy így a férfi külső elvárások így a nők felől szerintem sokkal kevesebb, meg így a társadalom felől, mint hogy egy nőnek hogy kell kinézni. Hát én ezt a nagyanyám mondta mindig, legyen egy fokkal szebb, mint az ördög. Hát mondom, ez nem normális, gondoltam magam az egy, tehát hogy na,
Azért, na, de hogy egy nőről sose hallottad. Hát legyen nem. Egy fokkal szebb, mint egy boszorkány. Hát, nem, vagy nem tudom. Jó, de nem a szépség meg a harmónia számít, hanem az igény. Na. És ez az igény, ez a belső igény, akár az érzelmi igény, akár egyáltalán bármi, az egyszerűen csak úgy fogja magát, és tényleg szétszalad, és otthon a sör, és a mit tudom én. De te is ezt látod? Igen. És az az érdekes, hogyha utazol például egy kicsit délre, a déli férfiak mint ülnek, kávéznak, felöltöznek, jól néznek ki. Akár például Albániában, tehát hogy egészen különleges, ott lehet látni egy korosztályt, egy olyan korosztályt, ami Magyarországon például nem látható, mert már inkább otthon marad, és már teljesen mások a társadalmi normák. Itt a szingli férfiakról beszélünk, hogy elmondják magukat? Igen. Általában a férfiak. Hát a szingli férfiak most ők, de ha megnézzük mondjuk egy kapcsolatban, vagy egy hosszú házasságban élő férfit, lehet, hogy az is, bár én egyébként nekem nem ez a tapasztalatom, tehát, hogy vagy nem ezt látom. Tehát egy házasságban élő férfi, és azt látja, hogy aki mondjuk hasonló korú a feleségével, hogy az a csaj még egyben van, ő jár tornázni, tényleg tip-toppul néz ki, mert azért én azt látom, hogy a mai 40 fölötti korosztály azért az nagyon rendben van magával. Tehát én visszagondolok mondjuk anyám barátnői, akik 40 évesek voltak, az mind öregnek láttam őket, mert úgy elkezdtek öltözni, már fejben elkezdtek öregedni, hogy valahogy szerintem ez a házasságban élő férfiakat is tuningolja, hogy ők sem legyenek elhanyagolva, szerintem. Lehet, hogy a szingli férfiak, akik már túl vannak bizonyos koron, akkor őket már egy kicsit nem érdekli. Nem érdekli, az impulzusok hiányzik. De az elvárások egy nővel szemben azért az, hogy legyen cici, amit te is mondtál. És legyen minimum 20 éve fiatalabb. Igen. És rajongjon érdekli. Igen. Na, ti mit vártok el egy férfitől? Tehát, hogy mik azok a legfontosabb tulajdonságok, amik benne kell, hogy legyenek, hogy nektek az érdeklődést, a szexuális vonzalmat, meg egyáltalán az, hogy elképzelni azt, hogy én reggel ott kelek föl emellett a férfi mellett, hogy ez meglegyen. Mik ezek a tulajdonságok? Úgyhogy ezt még sosem szedtem így ízekre. Hát itt nekem, az idő van, de, hogy ez most... Egy ilyen általános vibe van szükségem attól, hogy... Ezt is fordítsd le, akkor... Igen, egy ilyen hangulatra, hogy én biztonságban érezzem magam mellette, hogy ő táptalaj tudjon adni annak a nőnek, aki én szeretnék lenni, legyen vicces, legyen okos, legyen hasonló az érdeklődésünk. Én nagyon szeretem, ha hasonló zenei ízlésem van valakivel, szerintem az tök jó, hogy nem kell zenéket váltogatni, hanem így egy playlist mehet de végig. Lehet különfülesetek is. De most ott helyetetben. Úgy tényleg mindenre van megoldása. Korosztály alapján, hogy keresünk, hogy például én nem érzem azt, hogy a párom amúgy szereti a zenét, de hogy annyira szeretné, mint én, vagy annyira hallgatná, vagy mondom, hogy egyszer elviszlek majd erre a koncertre, és ül. Én imádok koncertre. Hogy ez csak pont ennyiről szólt, de hogy nálam ez már nem. Hány éves ez a bácsi, ha kérdezem már? Velem egykorú ez a bácsi, de hogy érdekes, hogy szerintem korosztály alapján is, hogy régen lehet, hogy nekem is fontos lett volna, hogy ugyanolyan koncertre akarjunk menni, hogy nem akar, nem baj, elmegyek a barátaimmal. Ja, de ez is megvan, de közben én szeretem, hogy vannak ilyen, mintha már ilyen előre összekapcsolt közös dolgaink lennének pár dologban, így azt érzem vele kapcsolatban. Te akkor a nőiességedet szeretnéd megélni, szeretnéd, hogyha az a fiú, aki melletted van, az férfi legyen, igen. Hogy ne, és bizonyos helyzetekben ő igenis határozott legyen, tehát hogy te nyilván hátra tudjál dőlni a fotel. Igen, de közben meg nekem, mint sikeres nő, ha már itt ülünk, azért arra is szükségem van, hogy amikor éppen, nem tudom, van valami nagy munkám, vagy van valami fotózás, akkor úgy tudjon ott lenni, hogy engem támogat, és akkor nem neki kell a férfinek lenni, aki ott megmond mindent, hanem tök jó, hogy amikor éppen kilépek a szedből, akkor odaad egy nem tudom üdítőt, hogy... De ez nem az ő dolga, hanem az asszisztens dolga. Igen. Az a baj, hogy összetévesztitek a párkapcsolatot azzal, de a párkapcsolatnak nem az a lényege, hogy ott van, hanem hogy van. És az egyszerűen elképesztő, nekem például bármilyen párkapcsolatom volt, és amit mondtam, hogy azt éreztem, hogy kevés. Az azért éreztem, hogy kevés, mert én szeretek buvárkodni, szeretek utazni, szeretek ejtőernyővel ugrani, szeretek egy csomó mindent szeretek csinálni, és nem talál is koncertre járni, és arra a zenére, amire én szeretem, és leszarom, hogy ő szereti-e. És az a furcsa, hogy nem találtam, és nem is kerestem soha olyan embert, aki ezt mind szereti, mert olyan nincs, mert ez én vagyok. És
azt szeretném, hogyha ő meg olyan lenne, aki szeretne egy másik zenét, szeretne lovagolni, amit én soha nem fogok, mert egyszer leestem. Tehát érted, hogy azokat a dolgokat tudjuk egymáshoz akár sztoriban is összeadni, és mesélni, és élményeket beszélni, amit nem együtt élünk meg, mert nem az a lényeg, hogy állandóan együtt legyünk valamiben, és odaadja a vizet, ne adja oda, nem az ő dolga. Te el tud mesélni azt, hogy te képzeld el, az az asszisztens fiú, aki odaadta ma nekem a vizet, annyira bandzsa volt, hogy azt el nem tudod, szóval, hogy apróságok, de ezek mindig hozzátesznek ahhoz, ami a te élményed. És a közös élmény nem ez kell, hogy legyen, hogy ott álljon és szolgaként ő adja oda. Most tudom, hogy ez nem egyértelműen erre gondoltál, de akkor is. Tehát ez a lényeg, hogy a te életed a te életed, az ő életed az ő élete. De ez nálunk is abszolút így van, szóval megvan a külön baráti társaságunk, a külön élet, szóval ez nem folyik össze, csak arra csatoltam rá, hogy azért a férfi-női szerepek szerintem így sikeres nőnél így azért tudnak... Nagyon rossz ilyen férfival együtt lenni, aki mindenkire féltékeny. Igen, tudnak így változni. Ne legyen féltékeny. Hát nem bízik benned, és nem féltékeny, akkor mehet. Jó, de... Bár ezt gondoltam volna akkor, amikor mondjuk ebben éltem, hogy ehhez kell egy kor, meg egy érettség szerintem, vagy egyszerűen, jó, hát akkor nem ő az, ha őt idegesíti, nem tudom, a műsorvezetőtársam, akit mai napig imádok, és mindig imádtam, akkor nem ő az. De ezt nem tudod akkor. De ez nem igaz, mert idegesítheti, csak ne presszionáljon téged. Idegesítheti, oldja meg. Igen, mert ez róla szól, igen. Tehát ez nem rólad, ez és ne, az ő igen. Bizonytalansága. Pontos. Tanulási folyamata, hogy mikor tudod azt mondani, hogy figyelj, ne tedd ezt rá. Na milyen a te csávod, akit te válsz magadnak? Nekem most azért ez nagyon nehéz, ugye most felkészülési időszakban vagyok, boxolok. Én kegyetlenül szenvedtem azzal, hogy szeretek nő lenni, majd hazamentem úgy a 3 órás edzésekről, hogy figyeljetek, úgy néztem ki, hogy belenéztem a tükörbe, sajnáltam is magam, megszégyeltem is magam, és úristen, ez a férfi ezt nézi. De ebben is tud velem úgy bánni, hogy nőnek érzem magam, és nem azért, mert ad vizet, vagy hozza a vizet, mert hogy nem szolgasorban van, hanem bizonyos dolgokra azt mondja, hogy figyelj, pihent ki magad, és hagydott ezt az egészet, és úgy csinálja velem. Bocsánat, én a vízhozás, igen, a munka igen. Közbenre gondoltam, igen, tehát persze. A másfajta jelenlét. És ami a legfontosabb, hogy úgy csinálja velem végig ezt az időszakot, hogy ez hónapok óta megy. Egy boxedzésem nem volt lent, jól meg is gyepáltak egyébként, azóta se jött, de attól én még azt érzem, hogy ő ott van. És velem bármi történik, igen, és támogat, és ha nekem most ez a dilim, ez a dilim. Ha hétvégén most ezzel egyébként te mit akarsz bizonyítani önmagadnak, hogy elvállaltad ezt? Gondolkodtam ezen. Mi ez a box? Miről beszélsz? Starbox című műsor. Mit akarok bizonyítani? De hogy, bocsánat, egy pillanat, még a kérdés második fele, hogy a nőiségnek és a boxnak hogy van köze egymáshoz? Ugyanaz a nő vagy, hogyha a külsőségekről beszélünk, hogy mondjuk jössz a színpadról, ahol azért fontos, hogy csini legyél, meg szép legyél, meg legyél valamilyen. Én is úgy szoktam. És a box az egy olyan sport, hogy gyakorlatilag semmi nem marad meg rajtad, hogy az, hogy te megfésülködtél, felejtsd el, úgy nézel ki utána, hogy én még ilyet, és soha nem láttam magam így. Piros az arcod, megütnek. Hát nem de attól még ugyanolyan nőies vagy. De ezt meg kell tanulni. És hát te szeretnél egy kicsit erősödni, vagy egy kicsit azt a, mert rólad, ha rád néznek, akkor... Rögtön, hogy egy olyan kis törékeny, egy ilyen kis, nagyon tényleg odarakom a sarokba, viszont le, most bocs, de hát, mert ekkora szemekkel, nem tudom. Aztán kinyitottam a számat, és rohantam. Jó, igen. De hogy most ezzel van egy bizonyítási... Amikor megkaptam ezt a lehetőséget, gyakorlatilag így a semmiből esett rám, akkor én nagyon rosszul éreztem volna magam, hogy azt mondom, hogy nem. Valahogy azt éreztem, hogy ezzel dolgom van. Előtte is egyébként már sportolgattam, nyilván fogalmam nem volt arról, hogy ez milyen és hogyan. Szerintem ez egy megküzdési folyamat, és egyébként lehet, hogy fáj, de annyit kapok ettől, és azt érzem, hogy ez értem van. Hogy odamész, teljesen mindegy, hogy te ki vagy, teljesen mindegy, hogy nézel ki, vagy hogy beszélsz, ott azt tudod megmutatni, hogy ennyi idő alatt, amit tudtál a testedből, meg az elmédből kihozni, és annyira idegen a színpadtól, hogy nem mucikának kell lenni, meg nagyszeműnek, tudod, meg nem az a komfortos hely, hogy felmegyek és énekelek. És ez egy párkapcsolatodban is jó mérföldkő lesz, hogy ő mennyire tud ebben támogatni, és majd hogy viseli el, ha gyepálnak. Egyébként nagyon jó a boxanőknek, én is régen jártam, mikor még az RTL-ben dolgoztunk együtt, Mariska, csak neked mondom, és a Kokó levitt egy-két edzésre, és akkor
az edzője, Öcsi bácsi azt mondta, hogy Anitán, mozogjon a lábad, mert olyan segge, mint a boxolónőknek, ritka. És akkor ez motivált, mert én láttam. Aztán abba hagytam. Ők is a táncos nők egyszer elmentek, na, és hát hónapokon keresztül, és nagyon élvezték. Iszonyatosan kemény edzés, csak jó. Na hát lányok, én köszönöm, hogy itt voltatok. Megfejteni nem tudtam. Engem nem kérdeztél meg, hogy... De ne arra, állj, stop! Ne viccelj, nem búcsúzzunk, mert hogy fontos az, hogy őszinte legyen, az az alaphelyzet, hogy őszinte legyen. Szeressen elmondani mindent, emellett legyen nagyon okos, legyen nagyon, legyen művelt, az azért, legyen intelligens és ápolt, tehát igényes dolgokban, bármiben, ízlésben, akármiben legyen igényes. És legyenek saját élményei, mert elmondtad egyébként. Hát igen, de ez igen. A, ha már valaki hát, ilyen, annak már ez kialakult. Annak már ez kialakult. Igen. Hát én nem kezdek bele, hogy nekem mik az elvárásaim. Nekem egy elvárásom volt, azért ennyit elmondok, hogy engem lásson úgy, amilyen én vagyok valójában. És azt hiszem, ez sikerült. Néha kemény is. Na, hát nem tudom, hogy mennyit tudtunk segíteni vagy adni. Én hiszem azt, amit ugye elmondtam itt az elején is, hogy mindegy, hogy honnan jövünk, az érzéseink, a történeteink, nőknek ugyanazok, és nagyon fontos, amit te is mondtál, Juci, hogy ne bántsuk egymást semmilyen szinten nőként, mert szerintem most azért valamennyire tanultunk egymástól, és talán... Imádom azt, hogy egyformán gondolkodunk. Nagyon. És én nem gondoltam volna, hogy egy Juci boomer vagyok. Na, hát ennyi. Na, végre kimondod. Igen, de tényleg, és ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy hiába a különböző generációból jövünk, azért alapvetőleg ugyanazok játszódnak be bennünk. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek. Szívás. És szívás, igen. És akkor most, nem is tudom, hozzátok a vodkát. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk. Sziasztok. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.